Az állammal kötött 5 évre szóló felsőoktatási finanszírozási szerződést és a fejlesztéseket is tartalmazó hosszú távú keretmegállapodást szeptember 30-án írták alá az egyetemen. Az új működési modell célja a hazai felsőoktatás versenyképességének javítása, az intézményi és egyéni teljesítmények ösztönzése. Ehhez a Debreceni Egyetem a korábbi állami támogatás dupláját fordíthatja. De én azt gondolom, hogy ilyen mértékű bérrendezésre nem volt soha módja a Debreceni Egyetemnek. Nyugodtan megnézhetjük a történelmi könyveket, ami a napokban bejelentésre került. Én úgy gondolom, hogy ezzel a társadalom is helyre teszi azt, hogy a oktatásban, tudományban dolgozók is a megérdemelt juttatásokat kapják meg, hiszen csak motivált oktatókkal lehet a jövő generációját minőségben képezni. És ugye nem véletlen, hogy a Debreceni Egyetem az egy minőségi egyetem, és ahhoz, hogy mi Közép-Kelet-Európában a legjobb egyetem legyünk, ahhoz pedig magasan kvalifikált, megbecsült és minősített oktatókra van szükség. A felsőoktatási kutatási feladatokat végző és azok munkáját segítő egyetemi dolgozók évtizedek óta nem kaptak jelentős béremelést. A szakszervezeti vezető szerint a modellváltás megoldotta ennek a problémának a rendezését. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés volt, és nagyon régóta vártunk erre, hiszen vannak olyan dolgozók az egyetemen, akik 2008 óta semmiféle bérfejlesztésben nem részesültek, legfeljebb abban, amit egyébként az egyetem saját hatáskörben eldöntött, és amivel megpróbálta ezt az anomáliát valamilyen módon kezelni. Most úgy tűnik, hogy egyszerre egy nagyobb bérfejlesztés történt meg, ami megpróbálja azokat az egyenetlenségeket és azokat a feszültségeket kezelni, amelyek benne vannak a rendszerben. Azt gondoljuk, hogy az oktatók körében ez meglehetősen jól sikerült. Az új bérstratégia az intézményi mellett az egyéni teljesítményt is jobban elismeri majd. A cél az, hogy a következő években már teljesítményértékelés alapján tudjanak differenciálni. Bágy Zoltán kancellár szerint a két lépcsős bérfejlesztésnek köszönhetően több mint 4000 egyetemi dolgozó kap magasabb fizetést. A bérfejlesztés az mindig egy fontos dolog, hiszen a munkáltató, a munkavállalóit azon keresztül tudja megbecsülni, motiválni, és nagyon örülünk annak, hogy most olyan lehetőségünk nyílt ezzel a modellváltással, hogy egy nagyobb mértékű áttekintést tudtunk tartani a Debrecen Egyetem munkavállalói körében, amely közel 10 000 fő, ebből a fele az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal már az év elején jelentős béremelésben részesült, az egészségügyi szakdolgozók külön állami intézkedés alatt részesülnek bérfejlesztésben. Az egyetem oktatással, kutatással kapcsolatosan dolgozó másik fele, viszont a modellváltással. A modellváltás és a bérfejlesztés tovább növeli a Debreceni Egyetem nemzetközi versenyképességét is.